volt egy olyan karizmája, helyére tudta tenni az egész dolgot. Az, amit ő képvisel, és az, amire ő tart, nekünk lehet közös utunk. Nagyon tudta, hogy mit beszél, és nekem nagyon szimpatikus volt. Nem volt negatív a megjelenés, egy nagyon határozott kiállású teljesítmény. Annyira hittem benne, hogy meg kell, hogy változzanak a dolgok. És ez nem következett be. Valahol éreztem, hogy itt valami stikli van, csak én nem akartam lebuktatni. Tényleg zsonglőrei voltak a manipulációnak. A férje a nagyjátékos ott a háttérben. Az ő jelenlét a településen sokakba nem hogy irítséget, hanem félelmet váltott ki. A 2014-ben úgy lopták el ezeket a pénzeket a pártok, hogy nem követtek el törvénysértést. Tehát teljesen legalizálták a törvényhozók a lopást. Annak csak a neve civil mozgalom. Az a Fidesz köpönyege alól bújt ki. Akkor még nem tudtam, hogy ezek az emberek a saját pecsenyeiket sütögetik. Elég elterjedt az, hogy van nekik adatbázisuk, és szépen átmásolgatják az adatokat. Ami ugye illegális. Igen, természetesen, hiszen ezeket a törvény szerint meg kellene semmisíteni. Azt gondolom, hogy miattam nem sikerült akkor egyéniben nyernie az egyik képviselőnek. Ugye az átrajzolta volna Magyarország választási térképét, azt azért én nem gondolom, nincs nekem ekkora szerepem ebben. Hát, hogyha ugye egy mandátummal kevesebb van a Fidesz meg 14-ben, akkor nincsen alkotmányozó kétharmada. Most akkor mondjuk azt, hogy én miattam? Győztünk!